Tisztelettel köszöntök mindenkit az első ágfalvi csatának, kirobbanásának megemlékező időpontjában, amikor is 1921. augusztus 28-án az első ágfalvi csatával kezdetét vette a nyugat-magyarországi felkelés sorozat, aminek következményeként kiírásra került az a bizonyos népszavazás, aminek következményeként Sopron és környéke Magyarország területéhez tartozhatott végérvényesen. Az osztrák nemzetgyűlés már 1921. januárjában elfogadta a törvényt, mely szerint a Magyarországról átkerült terület önálló tartományként, Burgenland részeként, Burgenland néven Sopron központtal funkcionál majd. De a rongyosok útját állták az osztrák reguláris hadseregnek, hogy ne tudják birtokba venni a trianoni békediktátum szerint nekik osztott nyugati területeket. A nyugat-magyarországi felkelés eredményeként egyedül itt engedélyeztek népszavazást a trianoni határokat önkényesen meghúzó győztes nagyhatalmak. Ennek köszönhető, hogy Sopron és 8 környező falu Magyarországé maradt. Erre emlékezünk most. Rendezvényünk elején pedig szeretném megkérni Király Tibort, hogy az ő segédletével énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bűséggel, nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Basorsak itt régen tép, hozd rá a vigesztendőt, megbűnhődte már nép a múltat sővendőt. Lendvai István a Gárda című művét szeretném most felolvasni. Merre vágunk? Csillag se mondja. Csak hajunk lobog, s ruhánk rongya. Bordánk alól a szívünk lángol, s az örök vágy bennünk ficánkol. Legyen már egyszer Magyarország. Jók vigyék már egyszer a sorsát, legyen már egyszer szép megállás. Boldog nappal és nyugodt hálás. Unokánk a sírunk fogják. Ne is köszönjék, ne is tudják, hogy Isten volt a generális. S ha verte börtön, is halál is, ő utána vérbe sárba menetelt a gárda. És szeretném fölkérni a Jász-Nagykun-Szolnok megyei gárda tagját, Berényi Zsókát, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Bajtársaim, tisztelt emlékezők! Hazánk évszázadokon keresztül védelmezte önmagán kívül egész Európát. Azt az Európát, amelynek döntéshozói az első világháború után Nyugat-Magyarország egy részét is el akarták csatolni, méghozzá világháborús szövetségesünkhöz, Ausztriához. De egy maroknyi hazafi föllázadt az igazságtalan döntés ellen, akiknek hősies küzdelme kikényszerítette a nevezetes népszavazást, amelyen Sopron a leghűségesebb magyar városnak bizonyult. A történelmünk tele van számtalan elveszített háborúval, amit a mai történelem oktatás kártékony munkálkodással ültet a fejünkbe, és hajlamos megfeledkezni olyan a történelmi győzelmekről, mint Pozsonyi csata, vagy éppen az első ágfalvi csata és a rongyosok sikere. Trianon megünneplése helyett tehát javasoljuk a kormányzatnak, hogy ünnepelje meg a rongyos gárdát, azokat az embereket, akik hazájukért bármikor képesek feláldozni magukat, önszerveződő módon, mindenféle központi anyagi támogatás nélkül végzik feladatukat. Nem elhallgatni kellene, hanem fölemelni. Igen, az új magyar gárda tagjai büszkén vállalják a rongyosokkal való sorsközösséget. Azt az örökséget, amit ránk hagytak, büszkén és méltóság teljesen visszük tovább.
21. század elején Európa és benne Magyarország új kihívásokkal néz szembe. A migrációs válság által keresztény államiságunk 1000 éve kerül veszélybe. Pontosan tudjuk, hogy honvédségünk nem képes megvédeni bennünket, hiszen módszeresen építették le, és kerültünk a rongyos gárda megalakulásának ország és nemzetmentő küldetésének eredőjéhez. Szent István örökségét a történelem során számtalan esetben sikerült megvédenünk, és bár a Jóisten rendszeresen próbára tesz minket, innen is üzenjük, ha kell, fölvesszük a fegyvert, és újra megvédjük hazánkat. A rongyos gárda korszak nem ért véget a soproni és környéki népszavazással, mert az 1938-as első bécsi döntés megelőzően a rongyos gárda újjászerveződött. Tagjai beszivárogtak a Csehszlovákiának nevezett műállamba, majd a II. Világháború után egy ideig föld alatti mozgalomként tevékenykedett. A rongyos gárda utolsó hős parancsnokát, Francia Kis Mihályt 1957-ben végezte ki a magyar és nemzetellenes hatalom. Emlékezzünk méltó módon a sikeres Ákvavi csatára és a rongyos gárdára. Köszönjük szépen! Rongyos gárdának megjelent 7 pontja, ami a kor legfontosabb kihívásait tartalmazta és legfontosabb követeléseivé vált, aminek nagyon erős áthallása van egyébként a mai kor Magyarországának is. Első pont, Magyarország a magyaroké. Magyarország határai nem a maiak, hanem a háború előttiek. Ezekért és magyar fajunkért készek vagyunk bármelyik pillanatban életünket áldozni. Második. Harcolunk a nemzetközi országvesztő vörös uralom ellen. Harcolunk az istentelen és hazátlan rombolók ellen. Harmadik. Amennyi a fegyvered, annyi az országod és a kenyered. Negyedik. Földreformot követelünk a nincstelen parasztság javára az egyetemes magyar népszaporulat és népjólét érdekében. Ötödik pont. A bank és ipartőke kérdéseiben a döntő szó az állami legyen, a nép érdekében, és ne fordítva. Hatodik pont. A munkaadó és a munkás harcában álljon az államhatalom igazságos védőként a munkás mellé. És hetedik pont. A magyar élet minden síkján magyarok legyenek a vezetők. És ezen gondolatok után kérem föl a Jobbik Törökszentmiklósi ifjúsági tagozatának elnökét, Mészáros Boldizsárt, hogy ő is mondja el emlékező beszédét. Tisztelettel köszöntök én is minden megemlékezőt ezen a közös megemlékezésen. Hogy miért is vagyunk itt? Hogy kikre kell ma megemlékeznünk? A méltatlanul elfelejtett rongyos gárdáról. Hiszen ők voltak azok a hősök, akik Sopron számára kivívták a leghűségesebb város elnevezést. Kik alapították a rongyos gárdát? 1919. áprilisában alakultak meg az Alföldön Héjas Iván vezetésével. Ki is volt Héjas Iván? Az első világháborút megjárt főtiszt, magyar királyi repülőfőhadnagy. Ő az az ember, aki testőrségével, bosnyákokkal és az Alföld magyarjaival közösen megalakították a rongyos gárdát. Nem titkolt céllal, a haza integritásának területépségének védelmében. Az 1920-as július 4-e szégyenteljes trianoni békediktátum volt az, amikor egykori szövetségesünk, Ausztria is területi igényt formált a megcsonkított Magyarországból. Ez vezetett az 1921-es nyugat-magyarországi felkeléshez, amely másfél hónapig tartott. A felkelés több szálon futott, legjelentősebb részét a rongyos gárda alkotta. Nevüket nem véletlenül kapták, hiszen ruházatuk, felszerelésük kimondottan hiányos volt. Nem volt megfelelő és elegendő lőszerük és kötszerük sem. A csendőrség egyes alakulatai adták át fegyvereiket nekik. Az első ákvalvi összecsapás. 1921. augusztus 28-a. A történelmi határt osztrák csendőrök lépték át. Egységeik lőfegyverekkel, géppuskákkal voltak felszerelve. Ákfalvánál azonban Francia Kis Mihály, Kassala Károly és Maddelspach Viktor vezetésével a magyar elelők meglepetésszerű puskatűzzel visszaszorították az osztrákokat. A teljes felkelés sikerét
a meglepetésszerű támadások és a magyar furfangnak köszönhettük. A felkelők rohamozva énekelték, Bécs várában sír a német, fáj a feje a szegénynek, mert a Lajnán napok óta, hetek óta áthajlik a magyar nóta. A felkelést végigkövették a nagyhatalmak is. Először Olaszország vállalkozott arra, hogy konferencián közvetít a felek között. A konferenciát meg is tartották október 11 és 13-a között. Itt a felek megegyeztek abban, hogy Sopron és a 8 környező településre népszavazást élnek ki. Az érintett települések Sopron, Ágfalva, Barf, Felsőboz, Felsőrákos, Horka, Kópháza, Nagycenik, Sopronbánfalva, eredménye lenyűgöző és azóta ismert. Az összesen 26.879 jogosultból 24.063 fő részvételével megtörtént a szavazat. 89,52%-os volt a részvételi arány, amelyből 15.334 fő szavazott Magyarország mellett. Ennek a szavazatnak köszönhetjük azt, hogy Sopron 65,8%-dal Magyarországhoz tartozik, és a 8 település is. Ezért kell megemlékeznünk ezekről a hősökről, hiszen ők vívták ki Sopronnak a szabadságot, hogy Magyarországhoz tartozhasson. Emlékezzünk egy perces néma felhajtáson. Köszönjük szépen! Rendezvényünk végén pedig énekeljük el közösen a székely himnuszt, majd a himnusz eléneklését követően egy-egy szál virággal emlékezzünk a hősök szobránál a Rongyos gárdára. Thank you.